Autómese. Rendhagyó módon báb előadással népszerűsítik a közösségi közlekedést. Balázsházi középiskola. 300 millió forintból újították fel a kollégiumot. Idősek hónapja. Programsorozattal készül a Debreceni Művelődési Központ. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió hírműsora a Napszemle. Szeptember 30-a hétfő van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Fenntarthatóság, környezettudatosság és a közösségi közlekedés előnyei. Ezekre szeretné felhívni a figyelmet az ITK Holding új programjával. A Vojtina Báb Színházban Autós mese címmel láthatnak egy darabot az óvodások. Emellett minden óvoda kapott ajándékba egy-egy Lego buszt, ami a cég saját fejlesztésű járművét mintázza. Gyerekkacajtó volt hangos a nézőtér a Vojtina Báb Színházban. Most egy különleges előadást láthattak, az autós mesét. Az évad során 600 óvodásnak mutatják be a darabot, amivel az a cél, hogy felhívják a figyelmet a tömegközlekedés fontosságára. Több olyan előadásunk is volt már, ami a földünk védelmével foglalkozott, és azt gondolom, hogy ez a program is ennek a része. A közösségi közlekedés népszerűsítése mellett fontosnak tartják, hogy már ilyen fiatal korban segítsék a műszaki készségek fejlesztését. Ezért a város 53 óvodája kap ajándékba egy-egy legót. Ebből az ITK saját fejlesztésű buszának mását lehet kirakni. A cégcsoport önmagában járműveket fejleszt és gyárt, autóbuszokat is többek között, és ebből fakadóan jött az ötlet, hogy bizony már fiatal korban azt a fajta világnézetet érdemes támogatni, ami a környezettudatosságra és az életminőség javításáról szól. Pap László polgármester kiemelte, nagyon fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében az ITK figyelmet fordít erre a területre is. A cégcsoporttal hosszú ideje működik együtt a város. Ez egy új irányt vett egy-két évvel ezelőtt, amikor bejelentették, hogy Debrecenben autóbusz összeszerelő üzemet hoznak létre, és ma már a Debrecenben gyártott autóbuszaik nem csak Debrecen utcáit, hanem más városok, más települések utcáit is róják. Úgyhogy ez együttműködés szerintem a jövőben még sok lehetőséget tartogat. A cégcsoport minden korosztályt szeretne elérni, ezért csatlakoznak a Szelet a Vitorlába elnevezésű pályaválasztási rendezvényhez, és az egyetemisták számára is terveznek programot. 80 éves a középfokú agrárképzés Debrecenben. Az évforduló program sorozatát kettős ünneppel indított el az Egyetem Balázsházi János gyakorló középiskolája. Átadták a korszerűsített kollégiumot és az udvarán álló felújított haranglábat. Kívülbelül megújult a Pallagi Kollégium. Korábban 120 millió forintos energetikai korszerűsítést végeztek az épületen, utána pedig belülről is teljesen felújították 180 millió forintból. A fenntartó Debreceni Egyetem finanszírozta a kollégium korszerűsítését, amiben 150 diák lakik. Tavaly októberben kezdődtek a munkálatok, és ez év nyár végéig tartottak. És ti közben itt laktatok a kollégiumban. Nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy türelemmel, szinte zokszó nélkül partnerek voltatok ebben a nagy beruházásban, abban a reményben, hogy egy sokkal komfortosabb környezetbe kerülhettek. Barta Elek, az egyetem oktatási rektor helyettese a középfokú agrárszakképzés 80. évfordulója kapcsán a nagymúltú Balázsházi középiskola identitás formáló hatását emelte ki. Az itt végzetteket még évek, évtizedek múlva is arra készteti, hogy visszajöjjenek ide, tudásuk, tehetségükhöz mérten részt vegyenek az iskola életében, hozzájáruljanak az iskola új eredményeinek az eléréséhez. Szólát Tibor, az Agrárkamara megyei elnöke beszédében kulcsfontosságúnak nevezte a szakmai utánpótlás képzését, ami Hajdú-Bihar erőssége. A Debreceni Egyetem, mint a legnagyobb tudásbázis, az itt van, és nyilván a Balázsházi iskola az egyik legjobbak közé tartozik. És én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a hagyományokat és az innovációt azokat tudjuk ötvözni, és olyan aktuális tudást tudjunk a gyerekek, a fiatalok számára adni, amivel meg fogják állni a helyüket a 21. század körülményei között. A kollégium jelképe az udvarán álló díszes harangláb, amit a Balázsházi öreg diákja Rózsa Péter biogazda újítatott fel a Debreceni Agrárszakképzés 80. évfordulójára. A jubileumi programsorozat nyitó rendezvényén avatták fel a megszépült haranglábat.
Jól halad a román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadó művészetek számára elnevezésű program. Az Európai Uniós pályázat részeként megvalósuló projekt a két ország közös kulturális értékeit gazdagítja. Letisztultság, kényelem és a legmodernebb építészeti megoldások. Így néz majd ki a debreceniek által Latinovics Színházként ismert kulturális intézmény, amelyet várhatóan 2021 tavaszára fejeznek be. A program része a nagyváradi Szigligeti Színház fejlesztése, de tartalmaz még határon átnyúló közös workshopokat, előadásokat is. A csaknem 7,5 millió euró, vagyis több mint 2,4 milliárd forintos projekt kiemelt célja, hogy elősegítse a művészek, kulturális szakemberek szabad áramlását, így módon hozzájárulva a két ország közös kulturális örökségének fenntartásához. A gyógyfürdők fenntartható környezetbarát fejlesztésével foglalkozik az a nemzetközi pályázat, amelyben más partnerek mellett részt vesz a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat is. Az első regionális szakértői ülést ma tartották a megyeházán. Hajdú-Bihar megye gazdag termálvízkincsel rendelkezik. Csak Hajdúszoboszlón 8 minősített gyógyvizes kút segíti a turizmust. Egy nemzetközi pályázat éppen a közép-európai gyógyfürdők környezetbarát működtetését és fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja. Az első regionális szakértői ülésnek a megyeháza adott otthont. Hajdú-Bihar megyében összesen 18 gyógyfürdő van, ezek közül 3 van gyógyhely minősítése, tehát nagyon fontos nekünk, hogy a gyógyhely fenntarthatósága hogyan működik. A projektben 7 országból 9 partner szervezet vesz részt. Az együttműködés keretében megvizsgálják a közép-európai gyógyfürdők környezetre gyakorolt hatását és az alkalmazott környezetbarát megoldásokat. Hajdúszoboszlón a termálkutak megóvása és a már felhasznált gyógyvíz kezelése az egyik legfontosabb feladat. Mindezt úgy, hogy megfeleljenek a környezetvédelem és a turizmus elvárásainak is. A hazai GDP-n belül ugyanis az ágazat jelenlegi 10%-os részesedését 16%-ra akarják emelni. Ehhez mindenképpen szükséges, mint alapszolgáltató bázis a magyarországi hévíz forrásoknak a biztonsága, és azt szeretném én látni ebben a konferenciában, hogy hogyan tudunk úgy fejleszteni, hogy ez az alap, ez a bázis, ez a vízbázis, ez ne veszélyeztetődjön. Ceglédi Gyula hozzátette, a tanácskozás segíthet, más országok gyakorlatát megismerve abban is, hogyan lehet megóvni a termálvízbázist úgy, hogy az erre épülő szolgáltatások hosszú távon is fenntarthatóak legyenek. Hamarosan geotermikus energiát használ majd közintézményei fűtésére a létavértesi önkormányzat. Az ehhez szükséges beruházás alapkövét ma délután tették le a határmenti kisvárosban. A fűtés korszerűsítéssel évente 40 millió forintos rezsiköltség megtakarítást érhetnek el. Jó hangulatban tették le a 615 millió forintos beruházás alapkövét a létavértesi Arany János általános iskola udvarán. Az időkapszulában a helyi újság mai száma mellett néhány pénzérme is helyet kapott. A településen hamarosan 2 kutat fúrnak majd a szakemberek. Az 1200 méteres mélységből 80 Celsius fokos meleg vizet hoznak fel, amivel a közintézmények fűtését oldják meg. Azért vagyunk itt, mert a legnagyobb intézményünk az Arany János általános iskola, a tornacsarnokkal és a tanúszodával, önmagában ez 4500 négyzetméter belső méretekkel rendelkezik. A beruházás összesen 10 közintézményt érint, így többek között a művelődési házat, a könyvtárat és az egészségházat is geotermikus energiával fűtik majd. Tasó László országgyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán azt mondta, 2014 óta csaknem 5 milliárd forint forrás érkezett a városba. Rá is fért létavértesre, azért mert ezek a beruházások megkönnyítik az intézmény fenntartást, komfortosabbá teszik a lakókörülményeket, a másik pedig az, hogy tartást adnak az embereknek. Hiszen ha ekkora forrásmennyiség jön, az azt jelenti, hogy a magyar kormány számára látott és támogatott település és közösség. A 7300 lakosú településen a kutak fúrása mellett több mint 2,5 kilométer hosszú csővezetéket kell majd lefektetnie a munkásoknak. Egy ilyen beruházás valósul, aminek a végeztével közel 40 millió forint éves megtakarítás jelent a 10 önkormányzati intézmény fűtés számlájában. Ki lehet számolni, hogy ez a 600 millió forintos beruházás viszonylag rövid időn belül megtérül. A munkát 6 hónap alatt kell elvégeznie a debreceni székhelyű kivitelezőnek.
Rendkívüli közgyűlés összehívására szólította fel a polgármestert Varga Zoltán, a DK-MSZP Párbeszéd Szolidaritás polgármester jelöltje. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a városvezető tisztázza a szerepét a baloldali pártszövetség által ingatlan Panamának nevezett telekeladásokkal kapcsolatban. Ennek a belvárosi teleknek az árverésre bocsátásáról tavaly márciusban döntött a közgyűlés, ami felhatalmazta a polgármestert a későbbi adásvételi szerződés aláírására, mondta Madarasi István. A DK-MSZP Párbeszéd Szolidaritás képviselőjelöltje szerint ez szokatlan eljárás volt. Sem bizottság, sem közgyűlés elé nem jött, és azóta sem látta senki a képviselőtestület tagjai közül, hogy ezen ingatlan hogyan került a jelenlegi tulajdonosok birtokában, illetőleg, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez volt-e más pályázó, volt-e más árverező, és az adásvételi árakat sem tudtuk meg. Varga Zoltán, a baloldali pártszövetség polgármester jelöltje szerint a Miklós utcai telek adásvételi szerződését a Vevő Kft. Ügyvezetője írta alá, aki egyúttal az önkormányzati ingatlancég vezetője, a másik aláíró pedig a polgármester volt. Az ellenzéki politikus szerint ez kérdést is felvet. Nem ismeri fel, hogy a városi vagyont elkútja vetélő, és az azt megvásárló, majd abból vélhetően milliárdos hasznot összefusizó vevő, ugyanaz az ember, az önkormányzati ingatlan kezelő cégnek, a Civisház ZRT-nek a vezetője. Varga Zoltán azt mondta, a pártszövetség felszólítja a polgármestert, hogy haladéktalanul hívjon össze rendkívüli közgyűlést, és tisztázza a szerepét a kérdéses ingatlan ügyekben. Az elhangzottakra közleményben reagált a debreceni Fidesz. Ebben azt írták, általános gyakorlat, hogy a városi tulajdonú ingatlanokat csak és kizárólag nyilvános a verseny lehetőségét garantáló eljárás keretében lehet értékesíteni. Ez történt a Miklós utcai ingatlan esetében is. Úgy fogalmaznak, tavaly szeptemberben egy magánszemély, egy hölgy vásárolta meg a telket nyilvános árverésen. A közgyűlési határozatban megjelölt értékbecslés szerinti vételárnak megfelelően. Az ezt dokumentáló iratok az önkormányzat vagyonkezelési osztályán rendelkezésre állnak. Varga Zoltán és Madarasi István, mint a közgyűlés tagjai, teljes körű információval rendelkezhettek erről az ingatlan értékesítésről. Pontosan tudniuk kellett, hogy amit állítanak, nem felel meg a valóságnak. Ezáltal becsapják, megtévesztik a választópolgárokat. Ezért Varga Zoltán és Madarasi István nem méltóak a polgárok képviseletére. Erről is fognak dönteni a debreceniek október 13-án. Zárul a Fidesz közleménye. Kortalanul. Ez a címe az Idősek hónapja alkalmából megrendezett programsorozatnak, amit ma nyitottak meg a Család és Gyermekjóléti Központban. Pap László polgármester kiemelte, Debrecen gazdasági fejlődése lehetővé teszi, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a város és a nyugdíjas szervezetek között. Generációk találkoztak a Család és Gyermekjóléti Központban. A gyerekek táncoltak, az idősek szórakoztak. Az idén 30 éves Debreceni Nyugdíjas Egyesületnek több mint 400 aktív tagja van. Az Egyesület számtalan programmal igyekszik karbantartani a szépkorúak mentális és fizikai egészségét. 7-8 kilométeres túrákat szervez az egyik aktív elnökségi tagunk. Azon kívül heti rendszerességgel a DMK pódiumtermébe rendszeres kulturális foglalkozásaink vannak, országjáró múzeumlátogatásaink, színházlátogatásaink. A város életében fontos szerepet foglalnak el azok az egyesületek, amelyekben az idősek közösen töltik nyugdíjas éveiket. Debrecen gazdasági fejlődése lehetővé teszi, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a város és a szervezetek között. Ezt mondta Pap László polgármester köszöntőjében. Az a szándék vezérel bennünket, hogy ezeket az együttléteket a következő években még gazdagabbá, még színesebbé, még élvezhetőbbé tegyük. Azért is, hogy hálával gondolunk önökre mindenkor, minden körülmények között az általuk, önök által nyújtott segítségért, támogatásért, és azért a szeretetért, amellyel fogadnak itt bennünket minden egyes alkalommal. A Debreceni Művelődési Központ a következő egy hónapban számos kulturális és egészségügyi programot kínál az időseknek.
Az Alzheimer korral kapcsolatos konferenciát rendeztek ma a Pallagi úti idősek házában. Ezzel is szeretnének segíteni a betegségben érintettek ellátását végzőknek. A Nemzetközi Alzheimer Társaság adatai szerint a Földön 4 másodpercenként egyen nő a demenciával élő emberek száma. Mind a szociális szférának, mind az egészségügyi ellátórendszernek fel kell készülni erre a kihívásra. Épp ezért van szükség az olyan konferenciákra, ahol tájékoztatást kaphatnak az érintettek. Komolai Szabolcs alpolgármester úgy fogalmazott, azért is fontosak ezek a rendezvények, mert ez a betegség az egész társadalmat érinti, és nagyon nagy felelősséget ró mindenkire. Az ilyen konferenciákon lehetőség nyílik arra, hogy megismerjük a tudomány legújabb felfedezéseit a gyógyítással kapcsolatban, illetve azokat a kezelési formákat, azokat a hozzáállási módokat, gondozási és ellátási problémákat, amelyek felmerültek vagy felmerülhetnek. És az érzékenyítés szempontjából is nagyon fontos. Hagyományteremtő szándéka rendezi meg a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár a kollégiumi könyvtári napokat. Ma az önálló nyelvtanulás fortéjaiba vezette be a diákokat a nagykönyvtárban Szirmai Erika, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója. Ez volt a nyitó rendezvénye a péntekig tartó programsorozatnak, ami az országos könyvtári napokhoz kapcsolódik. A szervezők előadásokkal és különféle foglalkozásokkal igyekeznek elérni a következő napokban az olvasókat. Lesznek például külön programok gyerekek számára is. Ez volt ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán is. Híradóval legközelebb holnap a megszokott időben jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!